Na, szevasztok, folytatjuk a Tomb Raider 2-t. El is kaptam az uzikat. Ahogy túszkálni kell. Jó. Tehát, aktuális pálya, Mária Dória roncsa. Hát ezt nem hiszem el. Ez most te mondod komolyan. Miért köcsögöskedik a játék ennyit? Végre! Mert ezek a búvárok, ezek tudják bosszantani az embert. Sajnos nem látom a kék csíkot. Az ördög vigyel. Na mindegy. Ó! Oh. Legalább visszakaptam. Az elhasznált szigonyokat. Oké. Okay. Ó! Oh! Nanu! Köszönöm szépen. Ment is. Oké. Okay. Na. Itt mi van? Aha, lepottyanok egy leszakadó platformra. Jó. De. Azért. Ez legyen bekészítve. Cuff! Aha, és melyiken kéne? Kösz. Tehát úgy... Ez olyan, hogy teljesen mindegy, hogy melyiken esek le. Teljesen mindegy, hogy melyiken esek le. Ezért kaptuk a nagy gyógyszert, ugye? Rögtön... tehát a nagy gyógyszeres csomag csak egy trollkodás volt. Ugye? Az csak egy trollkodás volt, hogy rögtön használja is el a játékos. Jó, rendben. Ha ezt akarja, akkor legyen. Azért csinálok egy másik mentést ide. Ott egy kis gyógyszer. Ez mennyire tűnik csapdának? Szerintem megint búvárok fognak jönni. Vagy? Nem jön? Egy se? Csak így kapok egy kis gyógyszeres csomagot? Anélkül, hogy rám törne fél tucat ellenfél? Jó. És ez... Aha. Van egy kar. Fogalmam sincs, mit fog ez... Aha, nem is mutatja. Szerintem akkor ezt nyitotta ki. Általában, hogyha nem mutatja külön kamera... Ejha! Egyszerre hárman? Aha. Jó. Én nyertem. Aha. Ó! Oh, sati lőszar. Aha. Dupla sati lőszar, köszi szépen. Aha. Jó nagy terem, van gépteremszerűség lehet ez talán? Várjál csak, várjál csak. Jaj, ne! Ez is itt időre fog menni, ugye? Tehát ki kell oltani ezt a három tüzet, és amíg azok nem működnek, addig hátra kell húzni a dobozt. Aj, ezt imádni fogom.
Mondtam már, hogy azokat a feladatokat szeretem legjobban, amelyeknél időlimit van? Ironikusan fogalmazva természetesen. Zo. Spiken. Jó. És akkor hogy állok most? 16. Ebben 3-3-50. Ó! Nagyon jó. Oké. Akkor az van bekészítve? Az van bekészítve. Maradunk az uzinál. Ilyen, hogyha egyszerre kell több ellenfelet elintézni, akkor szerintem az uzi talán a leghatékonyabb. A fire rate, a tűzgyorsaság miatt főleg. Nagyon gyorsan le lehet darálni vele egy ellenfelet. Na de! Oda föl lehet mászni valahogy, hello. Ó, nézd csak. Ja, várja. Hol tudok? Hol tudok én itt? Ezek túl magasan vannak, ez itt nem nyert. Nem. Lehet, hogy oda kell fölmenni, nem? Ezeken a platformokon kell végigugrálni. Csak kérdés az, hogy hogy jutok föl? Illetve hát sejtem, hogy hogyan, de hogy oltom ki a három tüzet? Inkább úgy kérdezem. De nyilván onnan kell majd átugrani. Szerintem egy... Jaj már, látom, hogy három darab kulcs kell ide. Ja. Három darab kulcs kell. Akkor... Várjál csak. Ez azt jelenti, hogy... Most csak hangosan gondolkodom megint. Szerintem, most én azt feltételezem, hogy az a hely ott, ugye végigugrálunk ezeken a nagy vastag izéken, és oda kell felmenni, és szerintem ott lesz a pálya vége. Feltételezem, szerintem ez a pálya arról fog szólni, hogy ezt a három kulcsot össze kell szedni. Na most csak így hangosan gondolkodtam. Egyelőre még csak egy teória. Na já, majd meglátjuk. Nem mehet erre is. Nem állunk olyan rosszul szerintem 20 darab egészségügyi csomaggal. De ugye azért próbálok velük minél jobban spórolni, eszeveszetten spórolni, mert... Áj, ez mi volt? Mintha láttam volna valami... Nem, rosszul láttam. Mert próbálok majd a későbbi pályákhoz, de főleg a főbosshoz nagyon-nagyon-nagyon sok fog kelleni, ebben biztos vagyok. Szeretnék minél többet oda tartogatni a főbossnak. Ugye ezért is... Ó, kettő darab! Jaj, köszönöm szépen, nagyon kedves vagy. Milyen úriember, oda néz. Azért is jó erősebb fegyverre ezeket elintézni, hogy ugye minél gyorsabban le tud őket szedni, minél kevesebb HP-t veszíts. Főleg ugye a fegyveres ellenfelekre igaz ez. Azért is kezdtem a Schläger tűpöt uzival darálni, mert biztos voltam benne, hogy van egy társa, akinek van egy fegyvere. Mert egész biztos voltam, és nem tévedtem. Ezt tudom taligálni, húzigálni? Nagyon úgy tűnik. Igen. Nézzük, ez mit csinál. Tak. Ja, hogy itt többet... Ógot! Itt majd többet kell taligálni, húzigálni. Jó. Itt nincs semmi, ugye? Itt nincs semmi. Jó, akkor csak taligálni kell. Itt sincs semmi, ugye? Átnéztem minden... Várjál! Itt... Oho! Mi az, hogy nincs semmi? Hello! Oda néz! Na!
Úgy is ritkán használtam. Van 31 darab. Hát, akkor már használjunk el egy gyufát, nem igaz? Csak ellenfél ne jöjjön, mert akkor eldobom a gyufát. Már pedig ott van. De jó. Jó, hát ezt... ezt... Hol mentettem utoljára? Ezt vissza szeretném tölteni, mert... Na, rengeteg HP-t leszedett ez a mocsok. És ez sokkal... Ajajajaj, nem jó, nem jó, nem jó. Ja, hogy itt... látod? Egyszer nem mentek, látod? Egyetlen egyszer nem mentek, akkor probléma lesz. Na mindegy, akkor ezt még egyszer megcsinálom. Látod? Ezért, ugye? Ezért mondom mindig, hogy méterenként menteni. Nem hülyeségből. Azt a fenti csávót majd... Azt a fenti csávót szerintem... Na most már tudom, hogy van fent egy csávó. Mentünk egyet. És most először úgy döntök, hogy bevetjük a nagy ágyút. Csak mert... Látod? Milyen gyorsan leszedi? Ennyi. És 240 lőszar volt. 9 töltényjel elintéztem. Látod? Tehát ezért brutál az M16. A játék legerősebb fegyvere. Ez elég jól ment. Várjál csak. És nem adott semmit. Kösz. Vissza. Ugye, megint mögém. Mögém spónolta az ellenfelet. És most nem fog jönni. Fogadunk? Most nem fog jönni. Jött. Ezek honnan a túróba kerülnek elő? És ez sem az semmit, hallod. Ezek az ellenfelek ilyen trollkodás volt a fejlesztők részéről. Akkor itt mentek még egyet. Csak hogy azért. És akkor... Nézzük meg, hogy mi van itt lenn. Vász! Most nem mondok komolyan, hogy sár... Hát a szikletért kockáztattam ennyit, látod? De ezt legalább nem csak egy csávó védte. Na. Jó van.
Ezt tudom, akkor azt ott hagyom a fenébe. Na mindegy. Jajajajajaj! Hát ezt majdnem itt hagytam, hello! Akkor aztán tényleg úgy kell nekem. Tényleg itt nem hagytam semmit itt, úgy, mármint hogy nincs itt semmi más felszedni való. Úgy látom, hogy nincs, oké. Jó, akkor taligálunk tovább dobozokat. Még hozzá. Ezt még egyel előrébb, hátrébb, ahogy tetszik. Ez a kérdése. Ez... Toljam be oda, azt mondod? Miért ne? Nem lesz útban. Na most ezek közül melyiket és merre? Ezt hátra tudom. És ezt is csak hátra. Imádom ezeket a hangeffekteket, baromi jó. Oké. Uha. Uha. Mi lesz itten? Nein! Mi? Azaz? Ciao. Ez négy. Hú! Jó. Szerintem elfogytak. Éppen, hogy nem estem bele az izébe, látod? Ide azért raktak tüskéket. Köszönöm! Gyufát nem szoktam használni, de azért megtartjuk. Nála nincs semmi. Arra az ott nem nyert. Innen jöttem. Oké, akkor csak ez az egy irány van. Oké, valahogy fel kell jutnunk a felső szintre. Ott a csávó szerintem valamit elejtett. Szerintem talán itt fel is tudok menni, de nem biztos. Jaj, csak. Inkább itt. Ez lesz a nyerő. Aj, most mehetek körbe. Fenét megyek körbe, nem is lehet körbe menni, várjál már. A másik oldal... Te... Mi az ott? Ott a távolban? Az... Ott valami van... Az egyik kulcs! Ott az egyik kulcs! Innen látom. Csak azt nem tudom egyelőre, hogy hogy jutok át. Vagy mégis? És... Csak. Bi 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 bi. Zseni vagyok. Jól látom, hogy automata lőszer van nálad. Add csak ide. De én jobb hasznát veszem, köszike. És akkor itt ugyanúgy.
átlógaszkodunk, vagy átlóbaszkodunk, ahogy tetszik. Zó. Aha. Várjál csak, várjál csak. Én ezt elvileg el tudom. Jaj. Mentés? Hát... Elméletileg sikerülnie kell. Elméletileg és gyakorlatilag is. Itt az első kulcs. Ennek örülünk, Vincent, de hol a másik kettő? Pff, ó, ez eddig oké. Okay. És innen hogy megyek én tovább? Hogy nyitom ki azt az ajtócskát ott szemben? Hm? Ez itt a 40 millió forintos kérdés. Azt, látod? Ott van egy olyan... Van egy olyan ajtó. Azt valahogy ki lehet nyitni, csak nem tudom még hogy. Lehet, hogy valahol figyelmen kívül hagytam egy kapcsolót talán? Vagy... Erre mi van? Oh God! Ezt most nem mondod komolyan. Na já, ezt a fezúk. Speichern. Zó. Ide átmegyünk. Nem innen ugrunk, mert akkor megsérülünk. Így, né. Az ott... Aha. Aha. De hogyha... Oké. Okay. De így meg fog sérülni. Nem jó. Ugye most le kéne ide esni, de ha itt leesek, akkor pengék megsebesítenek. Tehát, hogy akkor... Látod? Erről beszéltem. Ó! Oh! Oké, okay, itt a következő probléma, hogy megyek vissza? Ja? Így. Ja, ez a kis életerő csökkenés talán belefér. Talán ennyit megengedhetek. Ó, Wasserschlüssel, na toll! Jaj, ez meg nem kulcs, hanem megszakító. Értem. Mosod a kulcs. Hm. Látott valaki valahol egy lakatot? Amiben beleillik ez a kulcs? Mert én nem emlékszem ilyenre. Van-e valahol ilyen lakatocska? Minden esetre mentek egyet, biztosan, hogy biztos alapon. Na várjál, mielőtt innen tovább állok, azért meg szeretném nézni még egyszer a felső szintet, nehogy az legyen, hogy fölöslegesen megyek el innen. Mosod a kulcs, mi az Isten? Nem láttam sehol. Kulcsnak helyett.
kulcs helyett, érted? Nincs. Szerintem itt sincs amúgy. Azért megnézem. Nincs. Tehát akkor az... az máshol van. Pff, most kereshetem meg ezt is. Jajajajaj. Akkor az máshol lesz. Itt van valami, nem, na semmi. Akkor egyszer menjünk vissza. Másfele úgyse tudok. Tehát elindulunk erre. De hol a túróban? És ez itt. Ha? De arra meg ugye nem tudok, arra fel nem tudok visszamenni, tehát. Hé? Viszont van itt egy ilyen. Lehet, hogy először be kell helyezni az első megszakítót, és utána tudok majd tovább haladni? Ez mondjuk ezt elképzelhetőnek tartom, ez könnyen megtörténhet egy Tomb Raider játékban. Jó, akkor. Próba cseresznye. Nye! Gotej! Tehát... az első megszakítót be tudom tenni a helyére. Előtte mentek egyet. No. Doh! Ide kell a megszakító. Így van. Ez stimmel is. Ezzel nincs gond. itt se volt sehol kulcs. Kulcshoz alkalmatos lakatocska, ugye? Sehol. Ajajajajaj. Akkor. Akkor most mi van? Oda föl ugye mi nem tudok menni, mert ahhoz kell a doboz. Ez egyértelmű. De mi van akkor? Nem lehet esetleg innen... Helyet csak! Nem lehet esetleg, hogy... Ajjaj! Nem! Nem. Ez nem nyert. Kérem szépen. Lehet, hogy értelmetlen, tudom, de hadd próbálkozzam. Jó, oké. Okay. Hmm.
Ott fönt ugye csak egy sárkányocska volt, semmi más. Na most... Ó, várjál már. Ezt még ki se húztam innen. Lehet, hogy itt lesz a megoldás. Most jön a probléma, ha bár olyan nagy gond nincsen, ideiglenesen odatolom, az kész. Aha, azt hiszem jutottam valamire. Vesz? Horror zene elindult. Ez az. Mi? Oh! Hello! Jaj ne! Most menjek oda-vissza! Csak azt nem mondta, hogy ez időre megy, mert akkor... Itt a második kulcs! Itt! Nézd! Itt! Itt van! És fogadjunk, hogy most oda-vissza kell menjek, és az a kapcsoló, ami ott van, az kinyitja ezt, utána meg kell nyomnom azt a kapcsolót, ami kinyit valamihol máshol valami mást, mondjuk azt a csapóajtót, vagy nem tudom, most csak így egy újabb teória a részemről. Jó, tudom, hogy hova kell akkor most menni. Tudni vélem. Ugye milyen szépen mondtam? Ez a doboz nem tudom sajnos teljesen kihúzni úgy, hogy mindkét járra szabad legyen, mert arra itt ugye sajnos nincs hely. Illetve... Most hülyeséget mondtam, mert lesz hely. Mindjárt csinálok én ahhoz helyet. Várj egy kicsit. Lesz hely, visszaszívom. Amit az imént mondtam, csinálunk hozzá helyet. Megcsináljuk úgy, hogy többet ne kelljen toligálni egyiket se. Azaz. Ha ha ha.
Szándékosan csöndben maradok ezeknél a dobozoknál, amikor tologatok, meg húzigálok. Nagyon jók ezek a hangeffektek. Talán már mondtam egy pár szót, akkor is. Na. Elintézzük azt a kapcsolót ott fenn. Kisebb geometriai hibák azért akadnak, de nem mai csirke ez a játék. Biztos nagyon biztos. Vesz. Oké. Okay. Hát nem erre számítottam, én azt hittem, hogy csak így újabb kapcsoló lesz itt. Hát ennyit az elméletemről, látod? És még egy kulcsot is kell még pluszba szerezni. Aggat. Halló? Oké. Okay. Itt nem nagyon van használható dolog, konkrétan semmi. Egy nagy büdös semmi. Nézzük meg ezt. Ott van egy kapcsoló. Jut. Oh, az ki volt számolva ez a magasság. Oh, de nem tudom azt meghúzni, mert ahhoz kéne ide is egy plusz doboz. Ja! Érteni? Itt a plusz doboz. Várj, ezt majd okosan kell, mert itt látod, pont annyi hely van, hogy meg tudjam csinálni ezt a manővert. Egyel még hátra, akkor ide erre... Nem. Nem, mert akkor nem, utána nem... Nem, egész a falig, és akkor itt még van annyi hely... Aha, egyet hátra tudok húzni, jó! Akkor ezt... Egész a falig, a szélig betoljuk. Nem! Toligálni akartam, nem mászni. Nem mindegy, hogy a melyik gombot nyomod először, ugye? Felfele nyilat, vagy a kontrollt? Na! Ez mit csinál? Ó! Ezt nyitotta itt ki. Most mire számít csak itt? Hello? Uh-huh.
Ah, még egy ajtó, még egy zárt ajtó. Sok-sok itt a zárt ajtó. Oké, okay, az ott egyértelmű, hogy ott mit kell. Ez sem dobott semmit, köszönöm szépen a semmit. Nagyon kedves tényleg. Na. Ó, nézd csak! Aha. Aha. Ez milyen kulcs? Rozsdás kulcs. Jó neve van. Reméltem, hogy azt mondja meg, hogy mihez. De ugye egy lakat van ott a folyosón, úgyhogy tudom, hogy hova kell ez. Aztán így van, ez kinyitja, stimmel. És akkor itt. Nem, nem itt. Ott. Nem itt, hanem ott. Ez az, erre gondoltam. Itt, ide kell a kulcsocska. Ennek örömére mentünk egyet. No. Doch. Kili-kili. Oké, itt mi van? Toligáló, huzigáló lesz? Bizony, itt is toligálni, huzigálni kell dolgokat. Rossz az, aki rosszra gondol. Jaj! Zó! Itt akkor az lesz a téma. Jaj, csak. Egyel előre. Nem teljesen mindegy, hogy milyen sorrendben. De egyszer így. Nagyon jó. Teszek a hangok. Jó, ugye? Szerintem is. És itt kettőt kell kihúzni, ugye? Hogy mögé tudjunk majd menni. Te mögött lesz valamilyen járat. Ezt meggondolom, akkor toligálni. Nem is lehet tovább, így van. Oké. Mentés. Az soha ne felejtsük el a mentést. Az soha, de soha nem szabad elfelejteni. A leomlós platformok. Oké. Most ebből van több lőszerom. Sehol senki. Ez tűz. Akkor feltételezem, hogy itt nem szabad leesni. Látod? Ott lent tüzecske van. És én sejtem is, hogy ez hova vezet. Ahova be kell rakni a megszakítókat. Szerintem ez az. Oké. Ez jó lesz.
Azt hittem mögöttem jön. De lehet, hogy mögöttem is van. Csak... Igazam is volt, mögöttem is volt. Oda is lehet menni, és ahol most leszettem a csávót, oda is lehet menni. És szerintem... Hát a fene tudja, ennyiben nem tudom megítélni, de az is lehet, hogy ez... Nem, ez nem az olyan, amire gondoltam, ez itt instant halál, tehát ide szimplán nem szabad leesni. Oké. Aha. Egy ajtó, oda föl lehet mászni. Nálad van valami? Persze, hogy nincs. Milyen kérdés volt? De ha én lemegyek oda, vissza tudok eljönni? Nekem úgy tűnik, hogy igen. Na de. Jó, hát akkor három felé tudunk menni tehát. Egyelőre. Úgy tűnik, hogy három út van. Mit tudom, nézzük meg először ezt. Igazán mindegy, mert mind a háromnak kell nézni, de most ezt választottam elsőnek. Ez... Ez visszamegy abba a terembe. Aha, ezt majd valahogy ki lehet nyitni. Jó, ezt sejtem, hogy hova visz minket. Van nagy terembe. Ahol megtaláltam az első kulcsocskát. Már az első megszakított. Úgy értem. Jó. Itt lenne, akkor mi van? Igen. Oké. Ez egyértelmű, hogy hol van. Azon van egy tekerentyű, ami azt jelenti, hogy innen majd le kell ereszteni a vizet. Ez víz alatt, ezt nem tudjuk eltekerni, ezt a tekerentyűt. Ez víz alatt, látod, ez víz alatt nem... És időre megy. Aj. Köcsögöm széken, kedves fejlesztők. És az időre megy. Időre megy. Első próbálkozás. Na nézzük csak. Jádok. Ne hátra ússz, amikor az előrét nyomom. Hát hihetetlen vagy. Gyerünk! Nem tudom, ez... Aha. Lehúztam egy kart és bezárult mögöttem az ajtó, és nem tudom, hogy ez jót jelent, vagy... És nem mentettem el. Ajjaj. Nem leszek karácsonyi díszafán. Te szemét. Ennyire szemét. Feltételezem, hogy ki kellett onnan jönni, mert akkor ugye bezáródtunk volna végérvényesen.
Feltételezem. Na most ezt úgy kell megcsinálni. Oké. Okay. Jó, hogy ez... Jó. Jó. Azt hiszem. Ellenfelek lihegnek ilyen nagyon durván. És megnézzük ezt a járatot. Inkább nem. Jó, mentünk egyet. Tehát, akarom mondani, megnézzük ezt a járatot. És ha jól látom, itt csak egy sárkányocska van. De jó. Na já. Ha már ott az orrunk előtt, akkor miért ne? Na. Jézusom, hogy lihegnek itt valakik. És akkor most itt erre tudunk. Ez nyílt ki, ugye? Így van. Így van. Gyere vissza. Ciao. Miért nem? Szépségem! Ott van Len! Őt miért nem célzott be? Várj, most nekem ez... Ez nem az a terem, ez egy másik terem. Jézusom. Hol van? Miért nem? Na! Ciao. Hű, oké. Okay. Aha. Itt most mentek egyet. Nagyon jó. Mennyi tudsz? 13, 11. Na. Not bad, not bad. Akkor lemegyünk egy szintet, ott látok egy kapcsolót. Nem, kettő kapcsolót. Ez mit csinál? Jó, hogy vissza tudják jönni. Ja, jó, jó, jó. Itt a második kulcsocska, és tudjuk is, hogy hol a harmadik kulcsocska, csak nem tudom még, hogy jöttek el oda. Aha. És miért ringlát is. Na.
Aha. Kicsit megijedtem. Jaj, az nyílt most ki. Ja. Ó, jaj, de szép. Jaj, milyen sok szép penge oda néz azt a mindenit. Lehet, ez nem is tengeralattjáró volt eredetileg a Mária Dória, hanem egy, itt a lehet, hogy valami óceánjáró vagy hasonló, nem? Mert a tengeralattjárónak azért ez azért nagyon nagy, tehát azokban nem szoktak ilyen hatalmas nagy termeket csinálni. Úgyhogy szerintem ez valamilyen hajó volt. Most leeresztettük a vizet. Jó, ezt is tudjuk, hogy hol van. Csak egyelőre még nem tudom, hogy hogy jutok oda vissza, de lehet, hogy mégis. Helyett csak. Annál csávónál nem volt semmi, ugye? Speichern. So. Le kell ellenőrizzem, na. Bizonytalan vagyok. Nem bízom saját magammal, látod? És itt kéne fölmenjek, csak hogy ez itten. Jaj. Hogy nyílnak le ezek? Hogy is? Tehát... Aha. Oké. Megvan a triggerelő pont. Szép magyarosan fogalmazva. Ez is már fent is vagyunk. Megvan a második kulcs. Azaz, most már becsukódhatsz felőlem, nem értek el. Akkor megyünk vissza. Ahol leeresztettük a vizet, az pedig itt van. Itt. Nem lesz ez túl mély esés. Ajjaj, máshogy itt nem lehet amúgy... De hogy lehetne itt máshogy lejönni, életvesztés nélkül? Ezt nem vágom. Nem tetszik ez nekem. Nézzük meg először, hogy hallok egy csávót. Először megnézném, hogy ez hova vezet. Aha, sehova. Akkor megint csak egy út maradt. Igen. De jó, hogy nem láttam semmit. 14. Ezt a vesz.
Úgy kell neked. És valamit kinyitottam. De mit? Sejtem amúgy. Szerintem... Vagy ezt. Aha, igen. Vagy ezt. Ez nem jó. Nekem nem ide kéne jönnem. Hanem a kulcshoz. Ajaj. És ez itt nem nyitódott ki? Ez itt fenn, itt is volt ilyen csapóajtószerűség. Igen. Na most az a kérdés, hogy ez itt melyik terem? Ez az első terem. Na de várja, akkor én ezt most akkor megint nem értem ám. Ezt én akkor most... A harmadik kulcshoz nem tudok hozzáférni. Ezt már korábban kinyitottam, igen. De hát akkor... Igen, itt voltunk. Igen. Ezt itt átnéztem már. Akkor itt nem pottyanok le. Szóval is megy. De az... Ezt most nem értem. Itt ez az egy kapcsoló van és kész vége. Ezt kilőni nem lehet. Látod, ott a kulcs szemben. Oda kéne átjutni, de... De hogy? Abban reménykedtem, hogy egy ilyen járat a harmadik kulcshoz fog elvezetni közvetlenül, de tévedtem. Akkor viszont most nem teljesen értem a szituációt, és most ide visszajövünk, ahol már szintén jártunk. De ez most itt akkor nekem miért jó? Továbbra sem tudom megszerezni így a kulcsot. Látod? Oda, hogy jutunk be? Oda? Én ezt nem értem. Hogy a fenébe lehet oda bejutni?
Azt hiszem elakadtam. Köszi a lőszart, köszi, de most nem ez a legnagyobb problémám. De azért azt felveszem. De... Az a kapcsoló ott... kinyitotta ezt a csapóajtót itt fönn. Hogy ide vissza tudjak jönni. De miért akarok én ide visszajönni? Én nem ide akarok visszajönni, hanem a kulcshoz szeretnék odajutni. De hogy? Hogy lehet a kulcshoz jutni? Basszus kulcs. Most. De... tudod, nem lehet kilőni. Az becsukolja, azon nem sokra megyek. Nem tudom egyszerűen. Nem tudom, hogy itt most mi van. Nem értem, hogy miért ezt a csapóajtót nyitja ki, és... ahelyett, hogy ezt nyitná itt ki. Mert igazából... itt most konkrétan elfogytak a lehetőségeim. Hogy a túróba jutok oda be? Hé? Ott se ajtót... az a durva, hogy emögött, ahol van a kulcs, az égvilágon semmi, se ajtót, se semmi ajtószerűséget nem látok, se csapóajtót, semmit. Magyarul ezt az üvegizét kéne innen valahogy elmozdítani. Csak azt nem tudom, hogy ezt hogy lehet elmozdítani, mert szétlőni ugye nem lehet. Most nagyon-nagyon tanástalan vagyok. Halvány lila, ötletem sincs, hogy most mit akar tőlem a játék. Azt sem tudom, hogy ez a két csávó, ez honnan a túróban mászott elő. Most olyan szinten nem értem ezt most, hogy úgy nagyon-nagyon nem értem. Úgy tényleg nagyon-nagyon nem értem, hogy most mi van. Oda se lehet bemenni. Mi van? Oké, megvan másik megszakító, de nem jutok el a harmadikhoz. De... ez. Én ezt most rohadtul nem értem. Igen, ez meg a pálya eleje. Ezt mondtam ugye, hogy... egyszerűen... ott benn ugye nem volt semmi. A dobozok mögött, ahova betoltam a dobozt. Úgy emlékszem, hogy ott semmi nem volt. Ide bejutok a nagy terembe. Igen, ide. Itt volt az első kulcs. Ez is stimmel. De itt már nincs semmi teendőnk. Hát ezt... rohadjak el, ha értem. Kihagytam valamit? Nem vettem észre, pedig... mindent megcsináltam. Egyszerűen kifogytam az összes lehetőségből. Na jó, szerintem... hogy ne unjátok magatokat halálra. Kettő szikletet megtaláltam, tök jó. Még videón kívül én még egyszer kihúzigálom ezeket a dobozokat, leellenőrzöm, hogy ott mögöttük biztosan nincs semmi. De biztos vagyok benne, hogy ott nincs semmi. De egyszerűen... Mert nem tudok másra gondolni, tehát... amit mondtam, az összes létező lehetőséget kipróbáltam. Összes járható úton voltam. Ez itt nekem nagyon-nagyon nem világos. Ez a rész itt.
hogy az a kapcsoló miért ezt nyitotta ki, és miért nem azt az üvegfalat húzta el. Ezt az egyet nem értem. Mert ide egyszerűen nem lehet máshogy bejutni. Sehogy. Csak úgy, hogy ezt az üvegfalat valahogy... Ezt valahogy el lehet mozdítani talán. Egyszerűen nem... Igen, csak egy megszakító van, más kulcs nincs is. Nem tudom. Nem tudom most mi van, hölgyek, urak. Elakadtam. Kijelentem ország világ előtt, hogy igenis elakadtam. Fogalmam sincs, hogy most merre kell tovább haladni. Ötletem sincs. Nem értem, hogy most mit akar tőlem. Úgyhogy... azt csinálok itt egy mentést, minden esetre. És videón kívül... Nem tudom, nézelődöm. Megpróbálok keresni valami megoldást, aztán ha máshogy nem megy, akkor kénytelen leszek interneten utána nézni, hogy itt hogy kell tovább menni, de egyelőre megpróbálom saját kútfőből ezt megoldani. Valahol majd be fogtok kapcsolódni. Oké, és akkor mindjárt találkozunk. Egy kis türelmet. Na srácok, az van. Utána kellett nézek, mert próbáltam magamtól rájönni, de sajnos nem sikerült, úgyhogy sajnos interneten utána kellett olvassak, hogy ilyenkor WTF. Hát a megoldás olyan, amire tényleg nem gondoltam. Ezek itt nem zárva, hanem nyitva vannak, ez ilyen üveg ajtó, ami jelenleg nyitott állapotban van. Még azt hittem, hogy így van most zárva, de nem. Most nyitva vannak és be kell őket csukni. Amit úgy tudom megcsinálni... Hát az első elakadásom, na. 8-as pályáig bírtam elakadás nélkül, az azért, na. Itt sajnos nekem ez nézd csak! Ez. Hát az... Erre én totál nem emlékeztem, hogy ez ezt csinálja. Nem is próbáltam, az is igaz. Nem gondoltam volna, hogy... Na mindegy. Én nem így csináltam volna a dizájnt. Én úgy csináltam volna, hogy itt ennek a... Hogy ez a folyosó közvetlenül a kulcshoz vezessen. Na mindegy. Erre nem gondoltam sajnos, ezt el kell ismerjem. És akkor így. Látod? Aha. Na de... Megvan az a lényeg. Na, és most... Megvan mind a három megszakító. Ami azt jelenti... erre. És megyünk akkor ugye... Kicsit úszkálni. És berakjuk a helyére a maradék kettő megszakítót, mert egyet ugye korábban beraktam. Hát, a fene se gondolta volna, hogy itt fogok elvérezni. Megint véletlen a Windows billentyűt nyomtam, de most nem dobott ki az asztalra szerencsére. Na! Akkor! Így van! Klik! Nagyon jó! Azért... Mentünk egyet. Nem. Doch! Nem mondd azt, hogy no. Jó!
És most. Még egyel. Hátrébb. És akkor fel tudunk mászni, és akkor ugye végigugrálunk ezeken a nagy izéken. Ide felmegyünk. Van itt valaki? Ha egyetlen, látod? Ez annyira tipikus, ha egyetlen egyszer nem készülök fel, akkor garantáltan kapok egy ilyen köcsögöt. Le is vett egy kicsit a HP-mból a szemétláda. És cserébe nem ad semmit, ugye? Nem. Ha. Látod, látod. Ezért mondom, hogy... Nem tudom mi volt, de szerintem, ha tippelnem kéne, talán ezeket az izéket lejjebb engedte, nem? Vagy? Szerintem ezek lejjebb lettek engedve. Jupp! És akkor... Hát az szimplán akkor itt végig kell ugrán, nem? Feltételezem. Ujj! Így, ez az. Így gondoltam. Pontosan. És akkor még egyszer. Juhi! És lehet, hogy ezt már helyből is, lehet, ez csak helyből kéne. És most vagyunk itt fenn. Ja, lent víz van, akkor elvileg én itt leeshetek, ugye? Végig, olyan végig csöndben volt, hogy gondoltam, hogy egy kicsit szólaljon már meg, még akkor is, hogyha visít van. Csak egy halacska volt. Na, csak. Aha. Úgy éreztem, annyira éreztem. Ide kell egy kulcs. Van egy karocska. Ez lenne a híd talán. Ez volt. Nekem úgy tűnik. Olyasféle. Igen, itt van ez, igen. Van egy tekerentyű sajtó. Várj!
vissza is kaptam, amit elhoz. Ó, még többet is, jaj, de jó! Halló? Miféle hely ez, kérem? Miféle hely? Természetesen ez még mindig a Mária Dória. Csak olyan... Jó, ez itt dead end, ugye? Itt nincs semmi. Jó. Oké, akkor ezt a részleget akkor itt elfelejthetjük. És ha jól látom, itt sincs semmi, ugye? Nuku nyista, nada. Plutty. Hát akkor csak erre tudunk menni egyelőre. Asszem. Ó! Oh, oké. Okay. Na mindjárt. Egyet a biztonság kedvéért. Na nézzük, ez mit csinál. Aha, jó, ez itt van a közelben. A szembeli, így van, azt nyitotta ki. Eddig ez tökéletesen stimmel. Ezt... itt van gyufa. Össze szépen, de hogy... Akkor ezt el kell húzni. Vagy tolni. Inkább tolni. Biza. Inkább tologatni. Jó, ezt tudom, hogy hol van. Most nem mondod, hogy ezért... Most... Víz alatt kell úszkálnunk, ami azért lehet... Opa! Ezt lehet, nem is akartam. Nem volt itt valahol... ja, itt valahol. Még egy karocska, mintha valahol... Na, ezt meg majdnem itt hagyom. Látod, milyen jó, hogy ide visszajöttem? Aha. Nem, ez zár volt itt. Jó, ezzel kevertem. Aha! De, ma jól emlékeztem, volt itt egy karocska, csak azt még nem tudom lehúzni, mert ugye itt... Ja, van itt egy ilyen... dolog. Ezt nem tudom egyébként... Ha... most arra gondolok... Mi van akkor? Ha ez a kapcsoló azt a platformot is aktiválja. Lehet, hogy ez kettőt aktivál valójában. Nem csak ezt, de lehet, hogy a másikat is. Ezt akarom leellenőrizni. Nem. Ezt itt nem. Ezt valahogy... ezt itt majd be kéne csukni. De jó, és ott egy hatalmas nagy cápa. Hány szigonyom van összesen? 20. 14... 11... Igen, észrevettem játék. Köszönöm szépen, hogy még külön felhívod a figyelmem a Mr. Cápára. Mi is volt itt? Lehet, hogy... Ez mit is csinált? Ja, ez az ajtót... Igen, a szemközti ajtót, de akkor az... De akkor az már úgysem csukódik be, ugye? Jól látom az... Aha. Hogy ez akar itt mit csinál?
Jó, akkor még egyszer aktiváljuk ott azért. Hát akkor ki kell menjünk úszni a cápákhoz, nincs mese. Igen. Oh god. Nem örülök neki, de hát nincs választásom. Itt erre volt, ha jól emlékszem. Aha. Na! Kezdődjön a móka. Blügy, blügy, blügy. Jesus! Nem akarom! És itt hova kell úsznom? Hihetetlen... Ez hihetetlen, hallod? De mennyi HP-juk van ezeknek a halaknak? Hát hányat küldtem már beléjük? Több HP-juk van, mint az embereknek? Vagy ez most hogy van? Azt sem tudom, hogy hova kell úsznom. Ráadásul ugye... Sok időm nincs. Jézusom! Nem normális, nem normális! Hova kell menjek? Hova kell ússzak? Hova? Nem tudom, hogy hova. Meg fog fulladni. Ez a zabájatok, köcsök halak. Nem tudom, hogy hova kell ússzak. Közöm sincs. Most azért csinálok még egy mentést, mert valamelyik halat most az előbb sikerült lesebeznem valamennyire, feltételezem. Ennek jó vége, nem ám. Jesszus! Ne a cápát lőd! Az egyik megvan szerintem. Ez egy undorító rész, mondtam már. És nem döglenek meg, hallod? Oh-oh, nem fog visszajönni időben. Hát ez undorító rész. Ez! Hát ránézést a kifejezésért, de rohadjanak el a fejlesztők a hülyeség miatt. Ez az is szopatás egy kicsit, nem? Ezek halhatatlanok, ezek a cápák, hallod? Csak úgy mondom.
Ezt nem hiszem el. Tényleg úgy tűnik, hogy ezek a halak egyszerűen halhatatlanok. Hát, a cirkusz hallod. Hát ez annyira nonsens. Nézzek, és mind a kettő még életben van. Hát ezt mondom, hogy totál nonsens. Ez akkora egy bullshit, ez a rész. Nem emlékeztem, hogy ilyen szopatos rész van itt. Az egyik végre meddöglött. Csak már én kifagyok a levegőből. És szerintem a szigonyokból is kifogytam amúgy. Aha! Ugye, ez a tipikus, hogy ugye köszönjük szépen, kedves fejlesztők, ezt az Ultimate geciséget. Ugye, ugye? Ez azt jelenti, hogy ezeket, majd ez lefordítva azt jelenti, hogy nem lehet megölni itt az összes halat. Lehetetlen. Abszolút lehetetlen. Ez csak végtelen lőszar mennyiséggel lehetne. Végtelen... Hát az egyik cápát ki tudtam nyírni, igen, de az összes... Izé ráment. Az összes szigonyom ráment, az összes. Ahhoz, hogy... Hogy csak egyet ki tudtam nyírni, érted? Mert a kis halaknak is, hát mennyire nevetséges ápiuk van, belőjött őt, 4-5 szigonytól nem döglenek meg? Hát, én nem tudom, tehát ez... Jó, egy kis halat még meg tudtam ölni. Egy kicsit és egy nagyot, érted? És volt valami 16 szigonyom, vagy nem tudom mennyi. Ez nagyon-nagyon nonsens lett. Szerintem. Ez a rész, ez gyomorforgató. Ez sajnos nem tudom ezt szebben mondani, ez egyszerűen mocskos undorító. Tehát ha már ennyire... Miért kellett így megszopatni megint a játékos, azt nem tudom ennek mi értelme volt. Totál nem emlékeztem ilyen mocskosul, extrém szopatos részre, hogy... Ennyire a játékos jó pofán köpték a fejlesztők, nem emlékeztem erre. Hát pedig jó pofán köpik. Most hova kell a kulcs amúgy? Valahol, ja, már tudom. Most azon gondolkodom. Tizenegy. Egyet ebből elhasználok. Kísérlet. Megpróbálom úgy megcsinálni, most már tudom, hogy hol van a kulcs. Jó, menj az anyádba. Most pontosan tudom, hol van a kulcs. Szedd fel, szedd fel, szedd fel, indulás vissza. Szopassák a fejlesztők a jó édesanyú cikájukat. Ezt üzenem nekik. Jó, most már nem is léteznek, Cortezán ugye már nincsen. Attól függetlenül elmehetnek a jó... Ennyi. Nem fogok itt beáldozni egy csomó gyógyszert, meg izét, muníciót teljesen feleslegesen. Hát azért ne nézzenek már ennyire madárnak. Egy.
akkor ide nyomunk egy mentést. Én basszus, ilyen egy köcsökséget hallod. Én de tényleg nem emlékeztem már. Totál nem emlékeztem, hogy ilyen van a kettőben. Mármint, hogy arra nem emlékeztem, hogy ki kell menni cápákhoz, és még a, hogy egyszerre ilyen sok hal jön, és még a kis halak is sokkal-sokkal erősebbek, mint az emberek. Tehát, hogy ez... Nem tudom hova tenni, de oké. Megpróbálok túlépni rajta. Ez felemeli a... Mi? Nem. Jó, én megint másra számítottam. Egy icipicit másra számítottam, de... Oké. Tehát... Azt hittem, hogy ezt fogja itt felemelni, és akkor ezt a kapcsolót itt... tudom alkalmazni, de nem, hanem ezt itt... Hé? Jó, hogy ez egy doboz! Jó, oké. Ez csak egy doboz. Ezt arrébb kell, jó. Értem. Akkor mégiscsak úgy van, ahogy... gondoltam, csak... nem teljesen. Igen. Ez hol is van? Basszus, várj, ez hol van? Most így hirtelen nem is tudom. Itt, ugye? Vagy? Nem. Ez egy másik ajtónál volt. Hol van ez? Hol a túróban van ez? Itt? Nem. Hé? Várjál. Hol van ez? Nem? Ezt még nem fogom megtalálni, mi? Ez jó. Hát... ott benn. Aha, jó. Igen. Mentés. Hello. Amúgy nagyon hosszú ez a pálya. Legalább olyan hosszú, mint az operaház! Akkor
Ugye az operaházat azért szedtem több része, mert arról tudtam, hogy hosszú pálya. Azt ismertem, hát nagyjából. Erre viszont egyáltalán nem emlékezem, hogy mennyire hosszú, stb. Stb. Amúgy ezek normális textúrák, tehát hogy tényleg így kell kinéznie? Vagy ezek hiányzó textúrák? Én nem vagyok benne biztos, csak azért kérdezem. És ugye itt. De legalább nem szigonyú puskával kellett őket leszedni, úgyhogy ez így egész jó. Ja, úgyhogy ezért nem szedtem szét több epizódra ezt a pályát, mert fogalmam se volt, hogy ez mennyire hosszú. Tényleg nem emlékeztem, hogy ez ennyire nagyon-nagyon hosszú. Ott le tudok menni. Meg ott is. Úgyhogy remélem nem nagy gond, hogy ez ilyen nagyon-nagyon hosszú epizód lett, de még az is lehet, hogy fel fogom szeletelni. Nem biztos, nem tudom még. Mert azért, tudom, hogy a 2 órás epizód nektek mennyire gond vagy nem gond, remélem, hogy nem nagy gond azért. Szerintem bele fogunk kóstolni a 2 órába. Ó, M16-os van nála. Mármint lőszar. Köcsögöm széken. És itt is. Tripla M16 lőszar! Az a kellett volna lelőnöm őket? Most akkor így mennyi lőszerom van benne? Ebben 13, 3, 11, 3, 12, 378! A legerősebb fegyverben van a legtöbb töltényem. Zseniális. Zseniális. Oké. Akkor, hol kell itt tovább haladni? Feltételezem, hogy le kell menni a vízbe, de ez még csak feltételezés. Remélem több búvár nem lesz, 2-t leszedtem föntről. Let's see! Csak több halat ne, léci, csak halakat ne! Mert abból sok volt. Az egy picit sok volt így. Az előző meccs velük. Nézzük csak, merre tudunk itt menni? Merre tudunk menni? Egyelőre nem sok lehetőséget látok. Mindjárt még egy kicsit körbeúszkálunk. Az a baj, hogy a két csíkot csak akkor látok belőle nagyon picit, amikor már villog, de hát akkor sokszor már ugye késő. Várjál csak, ez itt. Hova kell most menni? Remélem, itt nem fogok még egyszer elakadni, mert akkor összekaksizom magam. Hogyha annyira béna vagyok, hogy még egyszer elakadok. Az a hajó fejre állt. Aha. Igen, most már így lehet látni a korlátok. Az a üvegtető. Igen, most így lehet látni, hogy igen, ez egy fejre állt hajó. Vagy egy luxus hajó, vagy óceánjáró lehetett. De
De én most... Hát megmondom őszintén, megint nem tudom, hogy itt most mit akart ez egyébként, ez egy... ja, ez csak egy ilyen textúra itt. Reméltem, hogy ott tovább tudok menni. Nem tudom, hogy most... hogy hova. Nem látom a továbbvezető útat, sajnos. Egyelőre nem találom. Fogalmam sincs, hogy merre kellene menjek. De lehet, hogy arra. Várjál, hozok levegőt egy picit. Mármint veszek még levegőt, szóval érted. Aha, el is fogyott. Mi van, hogyha erre? Nem erre? Ne! Nem lehet ilyen szemét játék! Látjátok, hogy mi van, ugye? Tehát ez... ugye ez? Köszi szépen. Ó! Oh! Ez nem volt egy egyszerű pálya. Leinkább... biztonságban megyek, jó? Tehát nem akarok úgy pályát kezdeni, hogy... De aztán lehet, hogy úgy fogok. Aha! Miért nem tudok odaúszni a karhoz? Most mi történik? Valami áramlatok vannak itt? Vagy mi? De szemét ez a rész, hallod? De mi történik itt? Hello? Ah, na végre. Na jó. Dikvártíre. Ja, ez a... Mi is angol a neve? Living Quarters, azt hiszem. Talán az. Na jó, hát... 14. De legalább még egy kicsit több gyógyszerem is van, úgyhogy... Na hát sikeresen végértem a Mária Dória roncsain. Hát nem olyan hű, de egyszerű pálya. Szerintem, főleg ezekkel a... De a végén ezeket az átkozott halakat, ezeket hogy nem kellett volna így erőltetni, mert ez végtelen undorító. Tehát hogy ez olyan szinten szopatása szerintem a játékos részére, hogy úgy nagyon. Úgyhogy az a halas rész, ez úgy nagyon-nagyon nem tetszett, de szerintem ezt hallhattátok is hangomat. Az úgy nagyon-nagyon-nagyon undorító volt. De azt a két esetet leszámítva, nem rossz pálya, tényleg. Ez Mária Dória, ez egyáltalán nem rossz pálya. Még úgy is ezt mondom, hogy egyszer elakadtam, és segítséget kellett nézek az interneten. Ennek ellen is azt mondom, hogy nem rossz pálya. Meglátjuk, hogy a továbbiakban hányszor fogok még
elakadni, hát... hát még így is megtörténik, hogy beleadok mindent. De hát az üvegajtó az nekem tényleg nem volt... az nekem nem esett le sajnos. Na mindegy, hát ez volt akkor a Mária Dória roncsa. Nagyon-nagyon hosszú pálya. Mondom, legalább olyan hosszú, mint az operaház. De ha ennek ellenére tetszett, remélem nem nagy gond, hogy szűk 2 órás epizód lett. Ja, hogyha tetszett, akkor nyomj a lájkot, és innen folytatjuk legközelebb. Na, szevasztok!